Hogyan szerez nagy számban hatékonyan hírlevél címlista feliratkozókat, vagy úgy is mondhatnám, hogy hogyan csinálj pénzt a honlapod látogatóiból. Hogyha nézed ezt a videót, akkor akkor tudok neked segíteni, hogyha tudsz látogatókat szerezni a honlapodra, akár közösségi médiából, keresőből, bárhonnan, de szeretnél belőlük több pénzt keresni. És ez a hírlevél. Valószínűleg hallottál már róla. Lehet, hogy tőlem, lehet, hogy mástól, hogy mennyire jó módszer a hírlevél arra, hogy az ember bevételt csináljon, kapcsolatot építsen a látogatóival. Most nem is erről szeretnék neked beszélni, egy olyan eszközt bemutatni, amit én is egy néhány hetet találtam meg, és zseniális. Lehet utálni a popapokat de működnek. Ez a pop-up, amit itt láttál, ez az én egyik gastroblogomon jelent meg, és ezt a pop upot szeretném neked bemutatni. Ez egy Thrive Leads nevű, hoppá, hát itt is itt van, itt is megjelent, kinyitottam ezeket a honlapokat bemutatónak, ugye a honlapra felen is megjelent. Ez egy Thrive Leads nevű pop-up, plugin, nem csak pop-up, sokkal többet tud. Nézd végig a videót, egy ajánlatom is lesz a végén, ami semmibe nem kerül neked. Csak egy-két gondolat ezzel kapcsolatban, pár hetet tettem föl, nyilván ehhez látogatók is kellenek, ezt azért el kell, hogy mondjam. Itt mutatja, csak a mai napon 1195-ször megjelent, vagy jelent meg ez a pop-up a honlapon, most még nincsen délután egy óra, és ez 36 feliratkozót hozott nekem. Erről beszélünk, amit itt az előbb láttál, valaki böngészi a honlapot, egy idő után megjelenik neki, vagy ki akar lépni, a, ahogy én itt mutattam az egerével, a, a honlapból megjelenik neki. Oppály, ingyenes szakácskönyvet kap ajándékba. 36 ember a mai napon ezt már letöltötte. Az elmúlt néhány hétben 4498 ember töltötte le. Tehát ez azt jelenti, hogy ha te online vállalkozó vagy, akkor tudod, hogy ez mennyit ér. Hogy néhány hét alatt 4498 feliratkozót szereztem. Ráadásul olyan feliratkozót, aki abszolút érdeklődő, hiszen itt volt a honlapon, és konkrétan arra iratkozott fel, amit, amit én kínálok, vagy ugye, ha itt van ezen a honlapon, akkor arra iratkozik fel, amit én kínálok, és <coughs> teljesen ingyen, tehát nem kellett érte semmilyen hirdetési díjat, vagy bármi mást fizetni. Készítek erről a Thrive Leads-ről egy ilyen oktató videócsomagot, hogy ezt hogyan kell használni. Ehhez hozzá tudsz jutni teljesen ingyenesen, majd elmondom, hogy hogyan. Nemrég tettem föl ide a kemény tojás honlap, honlapomra, tényleg egy pár, szerintem egy órája maximum, és ez már azóta hozott, most mindjárt befrissítjük, csak hogy lásd élőben, már azóta hozott, ugye 129-szer jelent meg, és 8 feliratkozót, tehát az embereknek itt a 6,2% a feliratkozott. Nem mondom, hogy 6% mindig elérhető, de azt tudom neked mondani, hogy ez a rendszer, ez az eszköz messze nagyobb feliratkozási arányokat hoz, mint amit én bármikor, bárhol, bármilyen plug in megoldással láttam, és megmondom, elmondom neked, hogy miért. A helyzet a következő. Két olyan előnye van ennek az eszköznek, ami én azt kell, hogy mondjam, hogy mindent visz. Az egyik az maga a felhasználhatósága. Most itt én csináltam egy ilyen próba, próba dolgot, csak itt megmutassam neked. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 féle ilyen előre programozott, hát feliratkoztató űrlapot, tehát ebből van, különbözőféle pop-up, ami kisebb, ami az egész képernyőt lefedi, van ilyen szalag, van ami a, ugye ez a pop-up, van ami a, a bejegyzés alatt jelenik meg, ezt megmutatom neked, ezen a honlapon van fönt, teljesen automatikusan, így van, itt, satöbbi, satöbbi, widget, ilyen kis beúszó, oldalról beúszó ablak. Nyolcat, nyolc félét tudsz ezekből előre kiválasztani. És hogyha ezt létrehoztuk, akkor borzalmasan egyszerű felületen lehet szerkeszteni. Ez egy hatalmas előny, hiszen nem azon fog múlni az, hogy mennyire sikeres a pop hogy te mennyire tudsz mondjuk jól szerkeszteni, vagy, vagy értesz akár ilyen HTML kódokhoz, vagy ilyesmi, mert semmi ez nem kell értened. Itt eleve egy csomó ilyen előre elkészített sablomból tudsz választani, <kül> vannak kétlépéses sablonok is, amik már ez egy fejlettebb, haladóbb dolog, de abszolút azokat is lehet használni. Kiválasztunk egyet, ez volt, amit a honlapra felnél használunk. Csak hogy lásd, és gyakorlatilag néhány kattintással hozzá tudom kapcsolni a, a hírlevélküldőmhöz, Abban az esetben is, hogyha olyan hírlevélküldőd van, amihez nem lehet ö, hozzá, vagy nem tudsz hozzá csatlakozni, mert például magyar hírlevélküldők ilyenek, és ilyen ronda feliratkozó űrlapot készít neked, amik, akire a kutya nem fog feliratkozni, ezt garantálom neked, akkor is megmutatom, hogy ténylegesen mennyire egyszerű. Ebből. Ide beélesztem az űrlapkódot ezt, amit a hírlevélkezelőm adott. Ez ez. Tehát semmit nem dolgoztam vele, kimásoltam a hírlevélkezelőmből és ő magától tudni fogja, hogy milyen, mezőket, milyen mezőkben vannak benne te, be tudod ide hogy mit jelenítsen meg, kötelező legyen, ne legyen kötelező, <kül> ellenőrizze, hogy megfelelő e-mail cím, nem megfelelő e-mail cím, e-mail címed neved, és már ilyen szépen néz ki, meg ezt a subscribe note is <kül> átírjuk arra, hogy mondjuk letöltöm, és ennyire egyszerűen használható, olyan esetben is még egyszer mondom, amikor ilyen ronda űrlapot kapsz, és nem volt gyorsított felvétel, amit csináltam. Bármilyen elemet azonnal hozzá tudsz tenni. Ez egy új szöveg. Tudod, legyen szép, nagy legyen mondjuk piros, stb. stb. Olyan picit fajta betűvel csináljunk neki itt egy kicsit ilyen margó. Tehát ennyire egyszerűen lehet szerkeszteni. Ez az egyik előnye, és ténylegesen azért az egyik előnye, mert egyrészt nem azzal fogod az idődet eltölteni, hogy valami borzalmasan szerencsétlen dolgot rakjál össze, másrészt meg mert nem lesz borzalmas, borzalmasan szerencsétlen dolog, tehát nem a dizájnon fog múlni az, hogy feliratkoznak vagy nem iratkoznak fel az emberek. A másik, ami azt gondolom, hogy a zseniális, 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 és én még nem láttam ilyet sehol, hogy most visszamegyünk ide, csak hogy meg tudjam mutatni, úgy tudom ezt elmondani, hogy minden mindennel tesztelhető. Tehát ugye az az alap, hogy az ember mondjuk létrehoz egy ilyen űrlapot, és mondjuk meg tudod azt nézni, le tudod tesztelni, hogy mondjuk a kék gomb, vagy a narancsárga gomb az, ami jobban konvertál. Itt mutatok neked egy ilyen tesztet, amit a honlapra felen futtatunk. Nagyon érdekes, itt a háttérképet teszteljük, hogy melyik háttérkép jobb, vagy melyik háttérkép rosszabb, és nagyon érdekes, mert az elején sokkal-sokkal-sokkal-sokkal jobb volt a, az egyik fajta háttérkép, ugye, amit itt a zöld vonal mutat, és utána most már standarden az lett a rosszabb, tehát valószínűleg az, amit a kék vonal mutat, az lesz, amit használni fogunk. Azt gondolom, hogy ez még majdnem az alap, ezt csak javasolni tudom neked, hogy teszteld, mert ez az egyik út ahhoz, hogy, hogy ezt a bizonyos feliratkozói arányt, ezt növelni tud, hogy <coughs> amit 6% volt, tehát mondtam, hogy azért ez általában 1-2%-nak már örül az ember. De, amivel a tapasztalatok szerint ez sokszor 4-5%-ig el lehet vinni, magyarul 4-5%-a feliratkozóidnak ténylegesen, vagy a, a látogatóidnak ténylegesen föl fog iratkozni, az az, hogy ezeket a dolgokat egymással is tesztelheted. Tehát nem csak azt tudom tesztelni, hogy most a, a pop a piros vagy a zöld konvertál jobban, hanem azt is tudom tesztelni, hogy vajon egy ilyen pop vagy egy ilyen egész képernyőt befedő szűrő konvertál jobban. Vajon egy pop vagy egy ilyen szalag konvertál jobban, stb. <coughs> stb. Vajon egy widget, vagy egy... A tartalomban elhelyezett feliratkoztató form konvertáljóban. Arról nem beszélve, hogy amiknek van értelme, azokat együtt is elhelyezheted, tehát ugye itt a honlapra felnél egyszerre jelenik meg pop-up, és egyszerre jelenik meg ez a lábléces elem, de hát nyilván nem feltétlenül akarja az ember tele tömködni a, a honlapját, ilyen feliratkoztató űrlapok, akkor senki sem fog feliratkozni. Mindent mindennel tesztelhetsz, egy-két kattintással a dolgot ö, <coughs> el tudod intézni, tehát néhány hét múlva visszajössz, és megnézed, hogy most akkor a láblécbetet, tehát a cikk aljáratát, vagy a cikk betet űrlap konvertált jobban, most akkor a szalag, vagy ez a beúszó ö, valami konvertált jobban. <coughs> Úgyhogy én azt tudom mondani neked, hogy ha, ha van látogatottságod a honlapodon, és hogyha tudod annak a fontosságát, hogy... Ö, hogy, hogy mit jelent az, hogy feliratkozókat szerezni, és esetleg tudod, hogy mennyibe kerül jó és érdeklődő célpiaci feliratkozókat szerezni, akkor mindenképpen néz meg ezt a ThriveLeads megoldást. Ez egy fizetős plugin, többféle konstrukcióban elérhető tehát lehet, hogy csak egy honlapra veszed, akkor olcsóbb lehet, hogy, hogy minden honlapodra tudod használni, olyan megoldás is van, vannak más ö, kiegészítő szolgáltatások, és van egy ajánlatom a számodra, amiről beszéltem, hogyha az én általam betett linken keresztül ö, regisztrálsz, akkor én kapok ezután jutalékot, ezt nem titkolom, és cserébe azért, hogy te nekem ezt a jutalékot adod, de ez nekem semmibe nem kerül, mert én ezt a, de neked semmibe nem kerül, mert én ezt a Tribe Leads-től kapom, tehát te neked pontosan ugyanannyiba kerül, mint hogyha normálba mennél be. Semmi más dolgod nincsen, mint hogy elküldöd annak a számláját, amikor, amit megkaptál a Tribe-tól, hogy befizetted a díjat, és akkor elkezded használni ezt a plugint, ugye ez egy WordPress plugin, én cserébe teljesen ingyenes hozzáférést adok neked egy olyan profi anyaghoz, egy videó tanfolyamhoz, ami kifejezetten azt mutatja meg, hogy ezeket, ezt a Drive leads hogyan kell használni. Tehát egészen onnan kezdjük, hogy hogyan telepíted föl, hogyan állítod be, hogyan hozod létre az első pop-upot, vagy ilyen feliratkozó űrlapot, egészen haladó anyagok is vannak benne, hogyan tudsz tesztelni bizonyos dolgokat, hogyan tudsz különböző dolgokat tesztelni, mire figyelj, stb. 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 Tehát gyakorlatilag egy prémium anyagot kapsz tőlem, neked ez semmi pluszba nem kerül ajándékba, azért, mert az én linkemen keresztül regisztrálsz. Nézd meg most, kattints a linkre, nézd meg ezt a lehetőséget, hogy a a, a, a Thrive uh, Leads uh, WordPress plugin az mit tud neked ajánlani, mit tud neked adni, hidd el, hogyha vannak látogatóid, és szeretnél címlista feliratkozókat, akkor ez az a megoldás, ami meg fogja neked ezeket hozni. Kattints a linkre, és nézd meg ezt a lehetőséget, kezd el használni a Thrive Leads-et még ma.